Mai nap kezdtünk egy warm-up-ot, ahol bevasaltuk a fékeket. Szerencsére jól sikerült, majd az időmérőn a Q1-ben sikerült megfutni egy ilyen biztonsági kört. Arra törekedtünk, hogy legyünk bent a top 10-ben. Ez sikerült, viszont sajnos volt egy kormányzási probléma, a szervóban eltört egy elem, és emiatt nem tudtam a Super Bowl-ban kimenni. Így a 10. helyről kezdtem az első futamot, amit sikerült 10-ként befejezni. Csatázós volt, illetve egy kicsit elnyúltunk egymástól, az elején volt egy kisebb csaták, utána viszont inkább beálltunk, és volt mindenki között egy kis távolság, és végül 10-ként az egy pontot érő helyen sikerült befutni. A második futamon pedig szintén sikerült 10-ként befutni, a 10. helyről rajtolva. Az is hasonlóan tehát az első futam, szerencsére sikerült megoldanunk egy szervó problémát is, úgyhogy alapvetően elégedett vagyok a mai nap, azt sikerült megint 2 előpontot gyűjteni, úgyhogy nagyon örülök neki. Jó napunk volt, sikerült végre egy első futam győzelem, aminek nagyon-nagyon örülök. Nem mi voltunk a leggyorsabbak, de most mi voltunk a legügyesebbek a versenyen. Jól sikerült a rajt, különösen jól sikerült az első kanyar. Kihasználtam az Antonio hibáját, a Johan pedig ugye meg tudtam előzni normálisan. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, amitől pedig volt elég tempónk ahhoz, hogy elő tudjunk maradni, és tudjunk nyerni végre egy első versenyt, és 20 pont, és az ösztönleg csak 5. lett, úgyhogy sokat hoztuk rajta a bajnokságban is. Vraseskit meg is előztük már a mai nap, visszajöttünk a 4. helyre, és az ösztönleg is most már néhány pontra van csak előttünk, úgyhogy újra elérhető közelségben van a 3. hely, és úgyhogy remélem, hogy sikerül megtartani. A második futamon 8. helyről indultam, ott is jól sikerült a rajt első kanyarban. Első kanyarban szintén kívülről sikerült megelőznem a Antoniót és a Vraseskit, aztán a második kanyarba ott az Adam Lackó összeakadt valakivel, aztán így lementek a pályára, aztán ő mellettük is el tudtam súrranni, úgyhogy fel tudtam jönni az 5. helyre, aztán utána egy kis vonatozás állt be, mert az ösztönleg lassabb volt ugyan nálunk, de nem annyival sajnos, hogy normálisan tudjuk előzni. Úgyhogy végül a Johan 2 körül a vége alatt meg tudta előzni, sajnos nekem már nem volt lehetőségem, úgyhogy 5. hely az is jó. Ez a legsikeresebb napunk eddig, mert hogy nagyon sok pontot szereztem, azt hiszem 26-ot. Egész pontosan a mai nap ilyen sem volt még, úgyhogy minden hétvégén találunk valami pozitívumot, vagy valami előrelépést, amit még eddig nem sikerült elérnünk.